A kreatív séf Nagy Eszter konyháját a konyha.pont álmodta meg. Az ételekhez a húst a széles húsüzlet biztosítja. Üdvözlöm Önöket, ez az utolsó adásunk karácsony előtt, és én próbáltam nem tipikusan magyaros ételekkel, ám bár karácsonyi ételekkel készülni. Szerettem volna olyanokat készíteni, amivel nagyon könnyen megbirkóznak Önök is az utolsó pillanatokban. Levesnek egy kör is kókusztejszínes, szinte 5 perces levessel készültem, amiben rák fog kerülni és friss zöldségek. Ígértem, hogy ez egy 5 perces leves lesz, lehet, hogy kicsit erőteljes túlzás is levesnek nevezni. Ami a leghosszabb része az egésznek, az a rizstészta kifőzése. Hogyha nincsen otthon rizstésztájuk, természetesen rendes tésztával is dolgozhatnak. És amíg a tészta elkezd főni, addig készítek egy leves alapot, nem másból áll, mint kókusztejszínből, szójaszószból, egy kevés fokhagymából, curry pasztából vagy curry porból, egy kicsi lime, egy kicsi gyömbér fog még belekerülni, és ezzel az alaplével fogjuk majd felönteni az összes többi hozzávalót. Úgy fog elkészülni, hogy a tészta belekerül egy tányérba forron, rá fog kerülni rák, hogyha Önök csirkét szeretnének, akkor lepirítanak egy kevés csirke mellett, különböző csírák, újhagyma és sárgarépa fog rá nyersen kerülni, és ezzel a nagyon forró levessel lesz felöntve, mindössze ennyi hőt fog kapni az összes zöldség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészséges leves lesz így a téli napokban. Hogyha Önöknek van otthon egy kevés leves alapjuk, akár egy kevés maradék húsleves, egy kevés maradék zöldségleves, akkor nyugodtan használhatják azt alapnak. Amennyiben ilyen nincs, akkor egy kevés vizet forraljanak fel, tegyenek bele egy kevés szójaszószt. Ha nem szeretnék, vagy nem szeretik annyira a szójaszósz ízét, akkor kicsit kevesebbet, és akkor inkább utána sózzák. Én most curry pasztával fogok dolgozni, de tökéletesen megfelel a curry por is, amit itthon bárhol meg lehet kapni. Ezt fogom felforralni egy kevés gyömbérrel, kicsi reszelt fokhagymával, vagy zúzott fokhagymával, és a végén fogok hozzáadni kókusztejszínt, és ezt az alapot fogom használni. Jogosan kérdezhetik, hogy mitől karácsonyi ez a leves, vagy mitől karácsonyi ez az étel. Talán a gyömbér az, ami egy kicsit karácsonyivá teszi, illetve ugye mi halászlevet szoktunk, vagy halászlét szoktunk készíteni mi magyarok karácsonykor, inkább és szárnyasokat, úgyhogy jelen esetben mondjuk a rák az, ami ennek megfelel. Nem kötelező beletenni gyömbért, ha valaki nem szereti, hogyha valaki erősnek tartja, én most azért egy keveset teszek bele, én nagyon szeretem, és főleg ilyenkor télen, amikor hideg van, akkor ebben a megfázásos időszakban is jól jöhet. Azt szerettem volna megmutatni, hogy nem teljesen felesleges a gyömbér pucolásához kést használni, sokkal vastagabban jön le a héja, és elpazaroljuk a felét, vagy akár egy zöldséghámozott. Ennyire egyszerűen kanállal meg lehet pucolni, és akkor ebből fogok majd egy keveset belereszelni ebbe a szójaszószos leves alapba. Ja, ez a rák egyébként már hőkezelt rák, egy blansírozott rák, ami nem jelent más, mint hogy le lett forrázva, kicsit hőkezelve lett, hogyha nem ilyen narancssárgás lenne a húsa, vagy a színe, akkor ha nem ilyen kékes, feketés, akkor az nyers lenne. Akkor abban az esetben én javaslom, hogy egy pár pillanatra forró serpenyőben forgassák át, és akkor majd úgy helyezzék bele a levesbe, és úgy utána öntsék fel ezzel az alappal. Amikor felforrt ez a leves alap, akkor teszek hozzá egy kevés lime-ot. Ezt egyébként még tálalásnál nyugodtan oda tehetjük a vendégek tányére mellé, hogyha valaki egy kicsit savanykásabban szeretné, ellensúlyozni szeretné ezeket az édeskés ízeket.
és ilyenkor teszek a legvégén hozzá kókusztejet vagy kókusztejszínt, és ezzel még egyszer alaposan átforralom az egészet. Hát nem tudom, hogy nézték-e az időt, ez tényleg egy 5-10 perces leves. A tésztánk is közben elkészült, amíg a leves alap felforrt. Nyugodtan vertik ki egyébként ezt villával, vagy le is szűrhetik, hogyha úgy egyszerűbb. Akár egy tálétel is lehet, hogyha megfelelő mennyiségű tésztát tesznek bele. Jön bele egy néhány szem rák, egy kevés újhagyma, egy kevés reszelt répa, egy kevés mungobab csíra, vagy bármilyen csíra, amit kapnak. És a végén fogok rátenni, nem akarom direkt leforrázni a rukkolát és a koriandert. Látszik, ahogy forr a leves, külön is kiöntetik nyugodtan egy kancsóba, de hogyha így rámerik, az tökéletes. És higgyék el, hogy ha ilyen vékonyra van vágva a zöldség, az bőven elég az a hő ezeknek a zöldségeknek. Kicsit ilyen ropogós lesz, kicsit rest marad, talán egy kicsit egészségesebb is. És ha megvagyok, akkor fogom a rukkolát. Kevés koriandert. Én nagyon szeretem a koriandert, én bele tudnék folladni. Nyilván megosztja a közvéleményt, én azt gondolom, hogy ez az a fűszer, amit vagy szeretnek, vagy egyáltalán nem szeretnek, tehát köztes verzió nincs. Én remélem, hogy megkóstolják ezt az ételt, hogy kipróbálják, hogyha valaki igazán fázik, akkor tehet még bele egy kevés csilit. Jó étvágyat kívánok! Főételnek egy kicsit klasszikusabb, aszaltszilvával töltött, békönbeteker csirke mellett fogok készíteni, gyömbéres répakrémmel, és úgy próbálom meg elkészíteni, hogy amíg a répa puhul, addig félig meddig készüljen el a csirke is. Fogok egy csirke mellett, amit ketté vágok, és majd két fólia között óvatosan kiklopfolom, hogy vékonyabb szeletet kapjak. És ha megvagyok a két szelet csirke mellett, amit szétnyitottam, akkor amíg ezeket feltekerem, addig elkezdek pirítani egy kevés répát, és ezeknek a tetején fogom majd hőkezelni a húst. Fogok kettő darab háztartási fóliát, az egyiket ide alulra helyezem. Még egy kicsit fogok dolgozni a hússal, ki fogom klopfolni, és hogyha nem szeretnénk túl sokat takarítani, nem szeretnénk, hogy jobbra-balra fröcsögjön az egész, akkor ha két fólia közé tesszük a húst, akkor sokkal könnyebben ki tudjuk klopfolni. A csirke mellett belső felét enyhén megsózom, azért csak a belsőt, mert kívülre békönt fogok helyezni, és ez éppen elég sós nekem. És átteszem ezt a csirke mellett egy új fóliára, hiszen ez már egy kicsit viseletes, így a klopfolásnak köszönhetően. Fogok egy tiszta háztartási fóliát, és néhány szelet békönt. Azért fogom ezt így feltekerni, mert sokkal könnyebb lesz a fólia segítségével. És ezeket a békön szeleteket enyhén sréjen ráhelyezem a fóliára. Jöhet rá a félig besózott csirkemell, és néhány szem olyan szilva, aszaltszilva, amit én már egy éjszakára tokajaszúba áztattam, vagy bármilyen édesborba beáztathatják, így egy kicsit puhább legyen.
És akkor nagyon óvatosan, ennek a háztartási fóliának a segítségével elkezdem feltekerni. Alufóliába áthelyezhetem, hogyha nem elég szoros, akkor fogok még egy fóliát, és még egybe beleteszem. Hogyha van önöknek gőzölő sütőjük, akkor nyugodtan behelyezhetik abba is. Akinek nincsen, annak pedig mutatni fogok egy olyan módszert, hogyha egy szűrőt ráhelyeznek erre a félig készülő sárgarépa pürére, nyilván előbb fel fogom önteni még egy kevés vízzel, akkor nyugodtan annak a szűrőnek a tetejébe belehelyezhetik, és meg fog gőzölödni a csirkemell. De hogy kihasználjuk ezt a plusz hőt, ezt a gőzt, én helyezek rá egy szűrőt, és ebbe bele fogom tenni a 2 darab feltekert csirke mellett, és még akár le is fedem egy tetővel, hogy nagyobb hőt kapjon, és körülbelül egy fél órát várok. Lehet, hogy a csirke mellett előbb el fog készülni, mint a répánk, hiszen a répa sokkal keményebb. A csirke mellett ki fogom venni, kihűtöm egy picit, leszedem a fóliát, és a végén csak körbe fogom sütni az egészet serpenyőben, hogy ropogós legyen a béke. Hallom, ahogy nagyjából elfőtt a víz, és kiveszem a húsokat. Reszelek bele egy kevés gyömbért. És hogyha a répa már teljesen megpuhult, akkor áthelyezem egy turmixgépbe, vagy egyszerűen fogok egy botmixert és összeturmixolom. Ami még fog rá kerülni, az vaj. És mivel nem sóztam a répát, az elején nem tettem a vízbe sót, így most fogom megsózni. És az egészet alaposan összeturmixolom. Amíg a sárgarépa turmixolódik, addig én kicsomagolom ezeket a húsokat. Akár le is vághatom itt a legvégét, hogy úgy talán a legegyszerűbb. És látszik, hogy már kapott annyi hőt, hogy már nem nyers a csirkénk. És egy nagyon forró serpenyőben körbe fogom sütni. Akkor jó, hogyha ilyen szép sejmes, hogyha még egy kicsit darabos, akkor nyugodtan passzírozzák át egy szűrőn. Én rakok ki egy adagot így a tányér közepére. Ezt megpróbálom szépen elegyengetni. És elkészültek a húsok is. Látszik, hogy szépen körbesült, akkor jó, hogyha ilyen szép pirult a békön. Én alapvetően nem vagyok egy ilyen gyümölcsöket a hússal kombináló ember. Én azt gondolom, hogy ez az, amit azért karácsonykor mindenki szívesen elfogyaszt. Hát ez sem tartott tovább, mint fél órát elkészíteni. Én nagyon remélem, hogy ezt is kipróbálják, majd jó étvágyat kívánok! Kedves nézőink, elérkeztünk a desszerthez. Ez ismét egy olyan desszert lesz, ami szerintem egyszerű, és viszonylag jól előkészíthető. Házi krémes fog készülni egy fahéjas nugátos mascarpone krémmel. Fontos, hogy vegyünk leveles tésztát, de egy másik papírra helyezzük át, akkor biztosan nem fog majd ráragadni. És az a lényeg, hogy fogunk 2 darab sütőpapírt, mind a 2-nek az egyik felét levajazzuk,
és ezt a előre elkészített boltban kapható leveles tésztát pedig rá fogom helyezni. Ráhelyezem az eredeti papírt a vajas felével lefele, tehát a tészta fele, és fogok 2 darab tepsit. Az egyikbe belehelyezem a kész tésztát. A másikat pedig rá fogom helyezni, mégpedig azért, hogy egy bizonyos szintnél ne jöjjön feljebb a tészta. És berakom a sütőbe 170-180 fokra, körülbelül 1/4 órára. Amíg készül a leveles tésztánk, vagy a házi krémes alapunk, addig pedig ki fogom keverni a nugátkrémet, vagy a nutellát, mascarponéval és egy kevés fahéjjal, hogy adjunk neki egy kicsi karácsonyi ízt. Tehát fogom a nugátkrémet, és körülbelül egy-egy arányban, tehát egy adag nugátkrémet, egy adag mascarponéval elkeverek. Aki szeretne neki még egy kicsit karácsonyi ízt kölcsönözni, tehet bele őrölt szegfűszeget, őrölt fahéjat. Fontos, hogy ne turmixgépbe rakjuk a mascarponét, mert az egy sajtkrém, és hogyha ha nagyon összetörjük a sajtnak a szerkezetét, egy bizonyos, tehát késes turmixgépbe ne rakjuk, mert akkor elkezd folyni, és akkor nem fogunk tudni szépen ilyen kis halmokat nyomni a krémesre, hanem ki fog folyni a lapok közül. És hogyha szépen elkevertem ezt a krémet, akkor fogok egy habzsákot, beletöltöm, és addig, amíg nem tálalom, addig be fogom rakni a hűtőből, hogy stabil legyen. ...15-18 perc elteltével megnézem a tésztát, kiveszem. Leszedem a felső tepsit. Igen, hát körülbelül így kell, hogy kinézzen. Ez egy félig sült tészta, és ilyenkor átállítom a sütőt vagy grillező funkcióra, vagy nagyon magas hőfokra állítom, hogyha nincsen ilyen funkció, és fogok porcukrot. És a tésztának az egyik felét szépen meg fogom porcukrozni. És hogyha ezzel megvagyok, akkor még egy pár percre visszahelyezem a sütőbe, ilyenkor azért már figyeljünk, nehogy megégjen, és ez a cukor, hogyha minden igaz, akkor szépen rá fog nekünk karamellizálódni. A tészta tetejére szépen rá karamellizálódott a cukor, ilyenkor fogom és vágok belőle tetszőlegesen szeleteket, és még kicsit várok, hogy hűljön. Azért szeretem ezt a desszertet, mert hogyha előre lesütjük a lapokat, akár napokkal előbb, akkor ezt szépen egy dobozba, egy száraz hűvös helyen el lehet tenni, és akkor csak a krémet kell mindig elővenni a hűtőből, ha jönnek a vendégek, és megtölteni ezt az előre lesütött tésztát. Hát elkészültek a lapok, lehűlt a krém, és ilyen egyszerűen ezzel a fahéjas csokoládékrémmel fogom tálalni. Én szerintem porcukrozni ezt már teljesen felesleges, esetleg amivel lazíthatjuk, egy kevés gyümölcs, vagy egy kevés tejszínhabig mellé. Hát nagyon remélem, hogy tetszettek önöknek ezek az ételek, remélem, hogy elkészítik otthon. Hogyha még egy kis segítséget adhatok önöknek, akkor most készült el, vagy most így karácsony előtt jelent meg a szakácskönyvem. Én azt gondolom, hogy ez is méltó ajándék lehet bárkinek a fa alá. A leveles tészta receptje és rengeteg más, sok más magyar recept található még benne. Nagyon remélem, hogy sokan megvásárolják önök közül. A Győr Plusz pavilonban, a győrplusz.hu-n megtalálható, hogy hol lehet ezt megkapni. Remélem, hogy ízleni fog önöknek ez a krémes is. Jó étvágyat kívánok, és nagyon boldog, áldott karácsonyi ünnepeket mindannyiuknak. A viszontlátásra!
A kreatív séf Nagy Eszter konyháját a konyhapont álmodta meg. Az ételekhez a húst a széles húsüzlet biztosítja.